kinek a látása, kinek a vérnyomása ellenőrzése volt a fontos. Ők ellentétben sokakkal megtették a szükséges lépést saját egészségük védelme érdekében. Mert hogy, mondják az egészségügyi dolgozók, ez egy közös ügy, és hiába tesz meg mindent a szolgáltató, ha a beteg vagy a leendő beteg nem tesz semmit a baj elkerüléséért. A betegbiztonság kérdése új sütetű tudomány. Éppen ezért kell róla sokat beszélni. Az egészségértés Magyarországon eléggé gyerekcipőben jár a lakosság körében, és a különböző fogalmaknak az értelmezése a laikus lakosságnak, néhányunknak nagyon-nagyon nagy problémát okoz. Ezen belül a mostani lakossági fórum, ami a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzser Képzőközpontja által szervezett kampány keretében megvalósul, a betegbiztonsággal foglalkozik. A betegbiztonság tulajdonképpen az a fogalom, az mentesség az akaratlan bántalmaktól, amikor igénybe vettünk egy egészségügyi szolgáltatást. Itt nem csak a betegnek, és nem csak az egészségügyi ellátónak, hanem a betegnek is van teendője, és tulajdonképpen ezekkel a fogalmakkal, hogy mit tehet a beteg azért, hogy biztonságosabb legyen az ő ellátása, ezt mutatjuk be laikus nyelven a lakosságnak. Ez a fórumunknak a célja, és egy picit edukálni a lakosságot a különböző egészséggel kapcsolatos fogalmakkal. Fő üzenete a kampánynak, hogy nekik is van tennivalójuk. Egy egyszerű példával szeretném ezt megvilágítani. Például, hogyha elmegy kiváltani a gyógyszert valaki, és ott megkérdezik tőle, hogy milyen gyógyszereket szer, akkor jó, hogyha tudja a gyógyszereket, és itt nem csak a gyógyszerekre, hanem az egyéb termékekre is nagyon-nagyon fontos gondolni, amit még szedünk, mert azok is okozhatnak interakciót. Általában ezt nem szokták tudni az emberek. Az információ az egyik legfontosabb biztonsági elem. A megfelelő kölcsönös tájékoztatás jelentősen csökkentheti az esetleges nem kívánt hatások kialakulását. Hogyha nem tudja megegyezni, mert a gyógyszerek neve nagyon bonyolult, akkor viszont írásban jó, hogyha ott van, és ez nagy mértékben növeli az ő ellátásának a biztonságát, mert eléggé kaotikus és káoszos környezetben kell az egészségügyi ellátóknak helytállni. És ott egy nagyon rossz döntés nagyon komoly következményeket tud okozni. Ez egy újfajta tudományterület, és ennek a jelentősége és az ezzel kapcsolatos károsodásoknak a nagy száma, ez most igenis, hogy előtérbe került, és ez egy nagyon-nagyon fontos terület, és arra gondoltunk a Semmelweis Egyetem keretében, hogy most már illő lenne a lakosságot ez irányban is edukálni. Az én tapasztalatom szerint az embereknek a nagyjából egy 70-80%-a ő nem tudja azt, hogy milyen gyógyszereket szed név szerint. Azt tudja, hogy milyen problémára szedi, milyen gyógyszercsoportot szed, de név szerint nem tudja. Tudja azt például, nem tudja mondani, hogy szed vérnyomás csökkentőt, szed véralvadásgátlót. De vérnyomás csökkentőknek nagyon nagy a száma, tehát hogy pontosan mit szed, azt nem tudja. Illetve nagyon fontos azt is tudni, hogy nincsenek tisztában azzal, hogyha valaki krónikus betegségben szenved, például magas vérnyomása van, cukorbetegsége van, ahol krónikusan, hosszú ideig folyamatosan fegyelmezetten kell gyógyszert szednie, akkor ennek a gyógyszerszedési fegyelemnek milyen biztonsági kockázatai vannak, hogyha ezt nem jól csinálja. Ennek az együttműködésnek, a terápiával való együttműködésnek szintén van betegbiztonsági jelentősége. A betegbiztonsághoz az is hozzátartozik, hogy időről időre szűrővizsgálatokon kell átesni, mondta Dani Nétócsányi Éva, a Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda vezetője. Alapvető lenne az, hogy mindenki a korának megfelelő szűrővizsgálaton részt vegyen, odafigyeljen magára, és hogyha bármilyen korai tünete, panasza van, akkor felkeresse a háziorvosát és a kezelőorvosát. Én azt látom, hogy egyre inkább eljönnek, egyre inkább odafigyelnek magukra az emberek, és ez az alkalom arra is nagyon jó, hogy alapvető információt nyújtsunk nekik egyrészt a betegbiztonságról, egyrészt arról, hogy milyen szűrővizsgálatok vannak, és a szűrésekkel pedig egy egészségügyi alapállapot felmérést is végzünk, bármilyen panasz esetén természetesen tovább irányítjuk őket a házi orvoshoz, és így elindulhat egy kivizsgálat,
vizsgálás. Ebben az esetben mindig az a cél, hogy korán, ideje korán felismerjük azokat a krónikus betegségeket, amiket utána könnyen tudunk kezelni. Nagyon sok dezinformáció is kering az interneten, ezért fontos tudnunk, hogy mely információ az, ami megbízható, és mely információ, amire támaszkodhatunk. Ha ez nincs meg, akkor bizony félrevezethető lehet az illető kliens, és ezáltal a saját egészségügyi állapotát képes rontani is. Ahhoz, hogy a beteg el tudja dönteni az adott információ helyességét, szükséges ilyen oktatási alkalmakat szervezni, mondta az EFI iroda vezetője, mert csak így biztosítható a betegbiztonság.